Te hogy próbálsz? Te mindent eltervezel? Nem. Ahogy lesz, úgy lesz. Nekem csak az jutott eszembe, hogy a színész mesterség is olyan, hogy úgy nagyon bepróbáljuk alapvetően, tehát nagyon szervezett és nagyon pontos rend szerint működünk a színpadon. Hát kettő, ugye ott annyira megpróbáljuk annyira magunkévá tenni a szerepet, hogy a szerep már úgy egy kicsit néha úgy önmagától is működik azon a renden belül. De ez azt jelenti, hogy velem elő szokott fordulni, hogyha mit tudom én, be van állítva egy nagyobb szünet, az napi intuícióm alapján megengedek magamnak egy kétszer akkora szünetet, vagy be van állítva, hogy nekem itt kell állni, de, vagy innen át kell mennem oda, de mégsem megyek át, hanem ott maradok, mert az a pillanat az már elmúlt, amikor nekem már lett volna időm átmenni, és ezzel ugye felborítom a rendet, de mégis ez a pillanat, ez a spontán pillanat, ami esetleg megszületik, aminek aztán következménye is lehet a továbbiakban, erről azt gondolom, hogy ez többet ér, és éppen ez a színház varázsa. Tehát a színházban is van rend, de pont ezek a váratlan dolgok izgalmasak lehetnek. Persze van olyan, amikor ugye azért tartom kétszer akkor a színhetet, mert marha mélyen el vagyok mélyülve, hanem semmi nem jut eszembe. Tehát az hiba. De hát például az ilyen kollégákkal azért jó dolgozni. Ez a színészek között nagyon ritka az olyan színész, mert a színészet az csapatmunka, persze, de azért mégiscsak érzi az ember, aki mellett biztonságban érzi magát a színpadon, tehát tudja, hogy a partner figyel, és érzékel mindent, és arra, hát nagyon, nagyon. Tényleg? Tehát soha nem jut eszembe, hogy jaj, most akkor mit fog mondani, amikor kijöttünk a takarásba, hogy Zoli, nem tudom. Sőt, én ezeket szeretem, hogyha valami úgy van, hogy véletlenül van valami akció, ami nem úgy történik. Mert hogy te szereted a spontán dolgokat a színpadon is, és akkor igen. Igen, de azért magamtól nem kezdenék el valami újat, mert igen, ahhoz nyúl vagyok. Nem jó, hogy mondjam, elgáncsolni a partnert. Ez egy ilyen kölcsönös játék, és állandó figyelem. És az az állandó figyelem megvan, és nem csak a rendet csináljuk, hanem a figyelem van, miközben a tudat alatt, vagy valahol a rendet is tudjuk, akkor az egy gyönyörű dolog, a színészmesterség és a színház. Mennyire vagytok szövegcentrikusok? Te tudsz-e akkor próbálni, ha nem tudod a szöveget? Nem. Én úgy szeretek próbálni, hogy ismerem a darabot, mondjuk egy jelenetet próbálunk. A jeleneten belül tudom, hogy az én szövegem, nem tudom a szövegemet még pontosan, de tudom, hogy a szövegem miről szól, mi a figura célja ezzel a szöveggel, és ezért én úgy szeretek próbálni a kezdetben, hogy csak így kísérletezni azzal, hogy tudom, mi a célom, tudom, hogy körülbelül miről beszélek, vagy milyen szavakkal, pontosan nem tudom, de a próba folyamat elején ezt az érzést, vagy ez improvizatív, tulajdonképpen improvizáció, miközben keresgélem a megfelelő szavakat, vagy a megfelelő mondatokat, tudom, hogy le vannak írva a megfelelő szavak és mondatok, de én a magam saját nyelvére akarom lefordítani, ezért annyira sajátomévá kell tennem, hogy én szoktam a szövegen változtatni, ami nekem jobban kijön, vagy a nyelvemen jobban. Emiatt szokott konfliktusom lenni. Van a működéseid között szerelem? Tehát most a színpadi működéseid között? Ugye láttalak gyerekek között, gyerekeknek énekelni, itt játszol darabot, ugye bábszínész szakon végeztél, tehát hogy úgy mondjam, ilyen több célú fegyver nem van a színházban, bárhol bevethető futballista, és még egy csomó analógiát hozhatnék. Ja. Igen, nagyon, nagyon szeretek bábozni is, meg igazából a gyerekeknek nem szeretek játszani azért, mert nagyon hangosak, de amúgy meg szeretek, mert közben nagyon sok mindent kapok tőlük, és olyat a felnőtt
a felnőtt nézőktől nem kap annyit az ember, mint a gyerekektől, viszont nekem nagyon, nagyon megterhelő az, hogy volt például egy olyan koncert, amikor ültem a fotelba, és így valahogy megtámadtak a gyerekek, és azt láttam tényleg, hogy az egyik lép rá a másik fejére, közben nekem énekelnem kell, és az például katasztrófa volt. Úgyhogy vannak ilyen rossz emlékeim, és ezért mindig úgy kezdődik el egy koncert, hogy vajon ennek milyen lesz a vége, de most már mióta gyerekeim vannak, elég jól tudom ezeket kezelni. Hogy ezek túléli. Hogy feljön a színpadra, és akkor inkább keressük meg apukádat, és akkor nem rángatja ki a mikrofont most már a kezemből. Meg nagyon szeretem azokat, amikor táncolni, énekelni kell együtt. Ja, azt nem is mondtam, hogy táncolni. És itt akkora mázdi volt, hogy tényleg itt van a Hevesi Laci, és nagyon jó páros voltunk együtt, tök jól táncoltunk. És ez nekem nagyon meglepő volt, hogy úristen, én még tudok így táncolni. Itt még azt volt furcsa megtapasztalni, hogy van humorom. Ezt így tapasztaltad meg? Igen, mert hát én azért vígjátékokat nem játszottam. Főleg inkább ilyen drámaibb dolgokat, vagy zenés dolgokat, amiben azért volt pici humor, de nem... Akkor nem bánod? Nem. Nagyon jó váltás volt. Meg főleg úgy, hogy most így a nőiességemre kicsit jobban rá tudok találni, hogy ilyen dolgokat kapok. Más színésznő vagy azóta, amióta anya vagy? Sokkal mélyebbek az érzelmeim, vagy a gondolataim, vagy elég csak rá gondolni egy helyzetre, és akkor könnyebben jön a gondolatom. Nekem ugyanígy van. Már hogy nem, hogy anya vagyok, hanem hogy apa vagyok. Szerettek együtt játszani? Nem, úgy sem mentek azon, hogy nem, de igen, de egyébként ebből kiderül. Nem, tényleg röviden nagyon, én nagyon szeretek az Zolival. Én is nagyon szeretek az Zolival. És én is szeretek veled játszani, Zoli. Ó, nagyon köszönöm. Én is veled, igen, csak most az abban. Jó, csak körbe nyaltuk egymást. Ne, de hát te tényleg. Tényleg jó. A Táliában ezt azért szeretem, hogy jó csapat együttműködő. Hát ennél nem kell mindenki. Jó.